Koszorúzással egy bekötött megemlékezésre gyűltek össze a község önkormányzati tisztségviselői, a helyi közösség, az MNT, a tűzoltóság, a politikai pártok és a testvértelepülések képviselői szombat délután a Magyar Kanizsai halásztéri emlékműnél. Az, hogy halásztéren vagyunk minden évben is itt az emléktáblánál, koszorúzunk és megemlékezünk az elődeinkről. Ennek az az egyszerű és egyértelmű oka, hogy Magyar Kanizsa itt született. Tehát ez a legrégebbi része a településnek, és innen fejlődött, erebélyesedett a városunk. A megemlékezésen koszorút helyeztek el az önkormányzatból Magyar Kanizsa polgármestere Fejsztelmer Róbert és az alpolgármester Nebojsa Rákics. De elhelyezték a megemlékezés virágait a Magyar Kanizsai helyi közösség képviselői, Magyarország szabadkai főkonzulátusa, a testvérvárosi települések önkormányzatainak képviselői, Király Helmec, Budaörs, Tata, Sepsiszentgyörgy, valamint Tóth Komlós, de koszorút helyeztek el a Magyar Nemzeti Tanács képviselői, a VMS helyi szervezete, a Haladó Párt képviselői, a Magyar Mozgalom képviselői, valamint a Magyar Kanizsai Tűzoltó Szövetség. A megemlékezés után a Dobó-Tihamér képtárban az ifjabb Apci Jenő fotóiból nyílt kiállítást tekinthették meg az érdeklődők, amely a Városom képei címet viseli, és a Tisza parttól a járásig mutatja be Magyar Kanizsát tájképeken keresztül. Úgy gondoltam, hogy Magyar Kanizsát úgy tudom legjobban bemutatni, hogyha a környéket mutatom be, tehát valójában abból a, úgy mondom, hogy alapból merítek, ami körülveszi Kanizsát. És hát mi lenne más az, hogyha nem a természet? A rendezvény sorozatot a helyi Harmonika Barátok Egyesületének jubileumi koncertje zárta a Művészetek Házában, ugyanis az Egyesület az idei évben ünnepelte fennállásának 45. évfordulóját. Ebből az alkalommal a régi tagok is színpadra állhattak. A régebbi zenekarunk is, tehát aki jelen pillanatban működőképes, azokkal is fogunk játszani, és ez alkalomból összejött a jubileumi zenekar, ez régi tagokból áll össze, és két részből áll a hangversenyünk. Először a kisebbek játszanak, a fiatalabbak, akik régebben most jelen pillanatban muzsikálnak, és a második felében, a műsor második felében pedig a jubileumi zenekar, úgy hívtuk őket. A Magyar Kanizsa Község napjának rendezvény sorozata vasárnap az ISKON együttes népzenei koncertjével zárult.